Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint azt megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége fontosabb eseményeivel foglalkozunk. Elsőre is tekintsék meg, mit tartalmaz mai műsorunk. A válogatott szünetben rendezné sorait a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít a Megyei Labdarúgó Szövetség. Találkozót szervezett a nagykálói VSL 100. születésnapja alkalmából. Szabad téren befejeződött a városi kispályás labdarúgó bajnokság. Hat fordulót követően még nyeretlenül áll az NB1 A csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Pető Ákos együttese a válogatott szünet alatt szeretné rendezni a sorait, és a még hátralévő hét fordulóban elért eredményekkel a kékcápák elindulnának a tabellán felfelé. Tavaly egy picivel más volt a helyzet, hiszen ott 4 légióssal tudtuk kezdeni a szezont. Most ilyen szempontból szintet tudtunk lépni, és már 5 külföldivel kezdtük a bajnokságot. De sajnos én azt gondolom, hogy a sorsolásnak nagyban köszönhetően nem tudtunk egy jó szezon kezdetet produkálni. Első körben ugye 6 mérkőzés volt, abból 4-et játszottunk idegenbe, illetve itthon a nagyon erős Szolnok-Paks duó ellen, ahol mind a kettő mérkőzésen gyakorlatilag labdánk volt a győzelemért, amivel nem tudtunk élni, de összességében nem akarom a sorsolásra fogni, bármennyire nehéz is volt ez egy ilyen fiatal csapatnak, ahol 23,4 az átlag életkor, ettől függetlenül nem lehetünk egyáltalán boldogok, hiszen sem a légiósoktól, sem a magyaroktól nem jött olyan teljesítmény, ami nekünk szükségünk van ebben a szezonban. Ugye a keret az adott, de hát egy keretet ki kell alakítani. Milyen nehézségeket kellett megküzdeni eleve nyáron ezen a területen? Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz ez a szezon. Többször említettem már, hogy tavaly a Covid után jöttünk, és viszonylag könnyű volt légiósokkal megegyezni. Alacsonyabb áron tudtunk igazolni. Mindenki örült annak, hogyha valahova eligazol, és van egy biztos állása, van egy biztos csapata. Most már ezen a nyáron rendkívül megnőttek az igények. Nekünk több pénzünk nem lett. Nagyjából ugyanabból a büdzséből, egy picivel kevesebb büdzséből kellett gazdálkodni, és kihozni egy jobb csapatot, vagy legalább egy olyan csapatot. Nyilván nem kell mondanom az árfolyamváltozásokat, az energiaválságot, ez mind-mind-mind hatással van ránk is, mint ahogy más csapatra is. Emögé nem lehet bújni, viszont nagyban megnehezíti az életünket. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó pedigrélyű játékosok érkeztek, akik még egyelőre nem bizonyították azt, hogy itt van a helyük, bármire is erős ellenfelek ellen játszottunk, illetve azok a magyar játékosok, akik vagy maradtak, mert bíztunk abban, hogy idén is tudnak jól szerepelni, vagy hoztuk őket, mert komoly pedigrével érkeztek ők, és egyelőre ők sem bizonyították azt, hogy itt álljuk. Te hosszú éveken keresztül játszottál az A csoportban, több csapatban megfordultál, azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy csapat tökéletesen működjön, kell egy-két jó értelemben vett rossz fiú is a keretbe. Nálunk vannak ilyenek? Én nem a rossz fiút hiányolom most ebben a körben, hanem inkább a vezért. Azt tudtuk, hogy a vezér az nem úgy születik, hogy valakinek azt mondjuk, hogy te vagy a vezér, és nyilván nehéz is egy ilyen fiatal csapatból kihozni valakit ennek, vagy hogy kialakuljon egy ilyen típus. Egyelőre még nem találjuk, sem a magyar, sem a légiós kontingensben nincs olyan, aki ilyenkor egy kicsit odaállna és megmondaná a frankót a többieknek, illetve vinni a csapatot a hátán mérkőzéseken. Vannak felvillanások bizonyos embereknél, de én inkább nem a rossz fiút hiányolom ebből a csapatból, hanem az igazi mentális vezért, aki a teljesítményével is tudja azt mutatni, hogy is kellene játszani. Tavaly a 06 után elindult a csapat felfelé, igaz volt változás, voltak változások, most van egy hosszabb szünet a válogatott programja miatt, gondolom valamilyen változásokra itt is szükség van. Persze, alapvetően ugye korlátozottak a lehetőségeink, de úgy terveztem meg az évet, hogyha kell, akkor tudjunk belenyúlni, és látjuk, hogy kell. Első körben a légiósok közül biztosan lesz egy csere. Még nem tudom, és nem vagyok benne pontosan biztos, hogy kit tudunk cserélni. Vannak elképzelések, van A-B terv, de egyelőre azt látom, hogy talán a mezőnyposzt az, ahol erősítenünk kell, illetve más stílusú játékos hozni. Ez a napokban, a következő hétre biztosan realizálódni fog, hiszen sürget az idő minket. Nem 19-en van mérkőzés, úgyhogy játékengedélyek miatt, stb. Jövő héten ezt el kell döntenünk mindenféleképpen. Illetve a magyar játékosoknak is, ha nem is ultimátum, de azért valamilyen szinten jelezve van, hogy ez kevés, mind teljesítményben, mind egyeseknél hozzáállásban, úgyhogy bízom benne, hogy a következő 7 mérkőzésen, december 31-ig mindenki tudja bizonyítani, hogy miért is igazoltuk le. Említette ezt a 7 meccset, mivel lennétek elégedettek, kitűztetek-e számszerű célt, hiszen a bajnokság felénél már úgy kellene állni, hogy azért vannak győzelmek a csapatneve mellett.
Persze, bár addig, amíg nem nincs meg az első győzelmünk, addig kár lenne ilyenekről beszélni. Én az első hatra is azt mondtam, hogy legalább egyet hozni kell, nem sikerült. A következő hétre, ha csak rápillant bárki a sorsolásunkra, látja, hogy 4 hazai mérkőzésünk van, illetve majd megyünk a Honvédhoz, ami azt gondolom, hogy nekünk kötelező kell, hogy legyen. Tehát biztosan van 5 olyan mérkőzés, amire azt tudom mondani, hogy megerősítve a keretet lehet esélyünk. De amíg nem jön meg az első, és nem szakad a gát, addig nem tudunk számogatni se. Szóval én azt gondolom, hogy 3-4 győzelem mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy a második körben ne csak hátrafelé kelljen nézegetni. Azt lehetett tudni, hogy az első fordulókban nem egyszerű a csapat sorsolása, viszont gondolom, te sem azzal számolt, hogy 6 meccs után még nem lesz győzelme a csapatnak. Egyértelműen nem ezzel számoltunk. Úgy gondolom, hogy a hazai meccseken, illetve úgy gondolom, hogy a hazai atomerőmű elleni meccsen, illetve talán idegenben az oroszlány elleni meccsen egy ilyen 50-50% esély azért volt azokon a két meccsen. Szerettünk volna az egyik győzelmet megszerezni, mert valljuk be azért a többi mérkőzésen abszolút az előzetes várakozások alapján azért nem nekünk állt a zászló. Ugye egy kosárlabda csapat minden szezon elején átalakul, idő kell a fejlődéshez, idő kell ahhoz, míg összeáll egy játék. Hol tart ez a folyamat? Úgy gondoltam az előszezon alapján, illetve a rajt előtt, hogy előrébb, de sajnos azért a bajnokság közben megmutatkozott, hogy közel sincs így. Nyilván ennek vannak egyéni és csapatokai is. Azon vagyunk most, hogy ezeket megtaláljuk és kijavítsuk. Milyen a hangulat, hiszen a győzelmek építenek egy csapatot, a vereségek után azért gondolom egy edző dolga is mindig nehezebb. Pánik hangulat azért nincs, de lehet érezni a srácokon, hogy ők is többre számítottak csapat szinten is, illetve egyéni szinten is maguktól. Tehát ilyen szempontból lehet rajta érezni, viszont úgy gondolom, hogy edzéssel mindenki úgy jön, hogy maximálisan alá teszi magát, és megpróbálja a hibákat kijavítani és fejlődni. Tehát ilyen szempontból edzés munkával nincs gond, de valóban kellene egy győzelem, vagy kellett volna egy győzelem, hogy egy kicsit felszabadultabb legyen a hangulat. Az elmúlt években többször elhangzott, hogy folyamatosan fejlődik a bajnokság. Ugyan még 6 forduló ment le, de lehet érezni továbbra is ezt a tendenciát? Azt gondolom, hogy most egy kicsikét a tavalyihoz képest megállt ez. Köszönhetően szerintem annak, hogy nem tudtak a csapatok olyan forrásokat találni, hogy olyan minőségű játékosokat hozzak. Tehát azt gondolom, hogy inkább stagnálás van, illetve a tavalyi szezonban tényleg benne volt ez, hogy mindenki megvehetett mindenkit, főleg amikor már kiegészültek a csapatok. Az idei szezonban azért igaz, hogy még csak 6 forduló telt el, de azért lehet látni, hogy kezd majd azért különválni a mezőny, még ott a közepén van egy-két kérdője, tehát ilyen szempont azért más a bajnokság, mint a tavalyi. Tavaly a 0-6 után 5 győzelmet szerző zsinórban a csapat, most 7 meccs van még hátra a bajnokság első körében, és talán most jönnek azok az ellenfelek, amelyek ellen több lehet az esély győzelem, hozzátéve, hogy az említett Paksi és Szolnok elleni hazai meccs is gyakorlatilag az utolsó percben dőlt el. Mire számítasz a folytatásban? Mindenféleképpen az, hogy el kell kezdenünk győzelmet, vagy győzelmeket begyűjteni. Valóban jönnek olyan mérkőzések, amik nyerhetőek, de hozzáteszem, tehát ahhoz úgy kell kosárlabdázni, ahogy itthon játszottunk, vagy ahogy oroszlányban, azt mondom, az első 15 percben, mert egyébként nem lesz esélyünk, tehát a játékosoknak is meg kell érteni, hogy ez 40 perc, kőkemény küzdelem és koncentráció, és jó egyéni teljesítmények is kellenek hozzá. Nyilván meg kell találnunk a stábnak azokat a megoldásokat támadásban és védekezésben is, ami olyan helyzetben hozza a játékosokat, hogy ezt meg tudják csinálni, tehát tényleg az, hogy mind a két oldalnak hozzá kell tenni a magáét. A jövő hétvégén befejeződnek a megyei labdarúgó bajnokságok. Az igazgatóság alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít, melyre a hónap végéig jelentkezhetnek az érdeklődők. Egyenőre nincsen az úgynevezett rezsinövekedés, nincsen hatással a labdarúgó szakág mérkőzéseire, ugye ami most fog majd indulni is a fűtési szezon, viszont november 19-20-án azért zárulnak a bajnokságaink. Alapesetben ugye egy-két mérkőzés van, amit ugye később pótolnak, november 26-27-i hétvégén, de nyugodtan mondhatom, hogy egyenőre minden zökkenőmentesen zajlik. A felnőtt futball mellett különböző korosztályos bajnokságot is szervez az igazgatóság, sőt, öregfiúk bajnokságról, lányfociról, futszáról is szó van. Menjünk sorba, mi a helyzet mondjuk az öregfiúkkal? Az öregfiúk csapatok szerencsére nagyon jó szellemben és továbbra is 2-3 hetente szombat délelőttönként találkoznak egy helyszínen, vagy akár két helyszínen is, ugye körmérkőzéses formában játszanak egymással. Sérülésről nem tudok beszámolni, kiállításról sem, tehát jó hangulatban zajlanak a mérkőzések, és érdemes megnézni egyébként a tabellát.
tabellát is, hogy ott most azért van 3-4 csapat, aki igencsak egymással egy-két ponton belül van, tehát nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság. Van még nekik legalább egy forduló ugye télen, aztán majd tavasszal folytatják. A hölgyeknél a 17-es korosztályban van, ahol bajnoki rendszerbe tudtuk kiírni. Ott is nagyon szépen zajlanak a mérkőzések, nagyon rugalmasak egymással a lánycsapatok, tehát hogyha az egyik például módosítást, időpontmódosítást kér, akkor rendre a másik beleegyezik, úgyhogy így nincsen semmi probléma. A Balmazújváros vezeti egyébként az U17-es bajnokságot, tehát ugye ez is mutatja, hogy nem csak Szabolcs megyei csapatok, hanem van két Hajdú-Bihar megyei csapat is a lányok között, és a kicsiknél még az U15-ös korosztályban, lány U15-ös korosztályban is verseny 4 csapat. Őket azért is érdemes kiemelni, mert egyrészt a rendszerben versenyeznek, másrészt pedig, ugye, mivel csak 4 csapat van, ők úgy vállalták a versenyzést, hogy semmilyen támogatást nem kapnak, hiszen ugye ilyen kevés csapattal nem tudunk támogatást adni nekik a TAO-ból, úgyhogy ők saját költségen versenyeznek, ugye le a kalappal előttük. A futszál az, amelyik gyakorlatilag a őszi és a tavaszi szezont összeköti, az igazgatóság szervező a regionális futszálbajnokságot, hol álltok az előkészületekkel? Az elmúlt napokban ment ki a sorsolás a csapatok részére, november utolsó napjaiban indulna a regionális NB3 keleti csoport futszálbajnokság, Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok részvételével. Egyelőre visszajelzések alapján, akik bejelentkeztek, ők versenyezni is szeretnének. Azért hangsúlyozom ki, hogy egyelőre, hiszen láthatjuk, hogy pont ugye a megyei csapatainkat érintő NB2 keleti csoportba is több mérkőzés is elmaradt, szegény Csengen már 3 mérkőzéssel játszott le, mert nem utazik el az ellenfél. Tehát jelen állapot szerint úgy néz ki, hogy rendben el tudunk majd indulni november végén a férfi felnőtt futszálbajnoksággal. Ugye az elmúlt években gyakorlat volt, amíg a pandémia közben nem szólt, hogy a megyei igazgatóság téli teremtornákat is szervezett a csapatok felkészülését segítve. Most hogy állunk, mi a helyzet? Nem fogunk sem téli teremtornát, sem a téli műfős nagypályástornát megrendezni. Ennek mondom, ez az oka, hogy többszörösére nőttek mind a terembérlési díjak, mind a műfős nagypályás bérlési díjak, úgyhogy ezt nem tudjuk bevállalni, illetve hát olyan szintű lenne már a nevezési díj, ami nem biztos, hogy a csapatoknak is megérni, úgyhogy az egyesületeknek saját maguknak kell majd gondoskodni arról, hogy télen fel tudjanak készülni a tavaszra. Viszont lesz egy emléktorna, mindenféleképpen meg szeretném említeni. December 10-én a Kósa János emlékére Leány U17-es emléktornát fogunk szervezni a Firófoci csarnokban, ugye az U17-es lánycsapatok részére. Az elmúlt években rendre hirdetett játékvezetők számára tanfolyamot a megyei igazgatóság, és ha minden igaz, ebben az évben is indul egy ilyen, kiket váltok, kik jelentkezzenek, miért érdemes jelentkezni? Igen, ugye mindig januárban szokott indulni, most viszont változtattunk ezen a tendencián, december 1-én fog indulni az alapfokú játékvezetői tanfolyam. Elsősorban én egyébként olyan egykori labdarúgókat, vagy jelenleg is aktív labdarúgókat várok, akinek azért volt egy pár év múltja a nagypályás labdarúgás terén, főleg ugye a 30-as év felett. Úgy gondolom, hogy nekik lenne a leginkább egy olyan megoldás, hogy ott maradnak a futballpálya mellett, ha már a nagypályás pályafutásokat be is fejeznék. Én szerintem ők lennének a legmegfelelőbb jelentkezők az alapfokú labdarúgó játékvezetői tanfolyamon, de természetesen mindenki mást várunk, aki úgy gondolja, hogy képesnek tartja magát arra, hogy mérkőzéseket levezessen, vagy ugye asszisztensként közreműködjön. Meg szeretném egyébként említeni, hogy maga a játékvezetői létszámban, kimondva ugye 130 körüli az aktív játékvezetői létszám, az nem annyira kevés. Viszont amit tudni kellene, az a kevés, amikor a 130 fő játékvezetőből vasárnap mondjuk csak 70 ér rá. Tehát, hogy hétvégére vagy a vasárnapi napra pont, amikor a mérkőzésnek a 3/4 része van, akkor nagyon sok a lemondás. Tehát elsősorban olyan játékvezetőket várunk, vagy olyan jelentkezőket várunk erre a tanfolyamra, akik azért hétvégén ráérnek, hiszen a mérkőzése 99%-a hétvégén van, azoknak a 80%-a vasárnap, tehát így kalkuláljanak már, aki jelentkezik, hogy a vasárnapi napon küldhető legyen, mert akkor van a legtöbb mérkőzés a megyében. Hol és meddig lehet jelentkezni? Folyamatosan lehet jelentkezni. A szabolcs.mls.hu oldalt is van egy link, de a szabolcsi.ib.hu oldalt közvetlenül a játékvezetőleszek.hu regisztrációnál lehet elektronikusan jelentkezni kizárólag, és mondom, december 1-ével elkezdődik ez a tanfolyam, úgyhogy még van egy pár napjuk arra, hogy jelentkezzenek, akik szeretnének játékvezetők lenni. Nagyon sok korábbi kosárlabdázó vett részt a nagykájlói VSS 100. születésnapi alkalmából rendezett találkozón. Tisza András játékosként, edzőként és vezetőként is szolgálta a sportágat a városban. Korányiba kezdtem el kosárlabdázni 1973-ban. 77-ben kerültem a Városi Sportegyesülethez, akkor még NB3-ban játszott az egyesület. 3 vagy 4 meccset még én is játszottam az NB3-as csapattal. Aztán utána már elkerültem én is egyetemre, főiskolára Nagykállóból, de visszajöttem.
akkor újra elkezdtem itt kosárlabdázni, játszottam megyei első osztályú csapatba, feljöttünk NB2-be, hosszú ideig NB2-be játszottunk, majd 1998-ban én alapítottam egy egyesületet, a Nagykállói Kosárlabdázók Egyesületét, azzal a céllal, hogy kicsit aktívabbá tesszük a kosárlabda életet, mint amit a Városi Sport Egyesület akkor tudott nyújtani, és odáig fajult ez a dolog, hogy NB1-B osztályig jutott fel a csapat, 7 éven keresztül játszottunk az NB1-es osztályba, Magyar Kupa második helyezettek voltunk, tehát elég jó kis sikereket ért el ez a társaság, kiváló játékosokkal volt, több válogatott játékosa is, a Sitkó Ernőn kívül is egyébként ennek a nagykállói csapatnak, és komoly reményeink voltak, de hát azt látni kell, hogy a Nagykállóban is meg az az anyagi háttér, ami hosszú távon meg tudja teremteni egy minőségi sportágnak az alapjait, nem csak a kosárlabdára, értem bármire is, tehát ugye egy gyenge gazdaság miatt mögött nem tud egy nagyon erős sport felépülni. A 90-es évek közepén lépett ki a szakosztálya Városi Sport Egyesület keretein belül, de volt egy köztes időszak, amikor a nagykállói színeket a Trió DS-e képviselt, amíg nem alapították meg. Hogy volt ez az átmenet, mert abban a csapatban is részt vettél? Igen, hát én mondom, minden korosztályjal, minden variációban játszottam Nagykállóban. A Trió DS-e gyakorlatilag az a Korányi Frigyes Gimnáziumnak a középiskolás csapata egyesülete volt, ami szintén megyei első osztályban is játszott, és amellett ugye régi diákok játszottak ebben az egyesületben, ezért kerültem én is aztán ide a Trió DS-éhez. Elég hosszú időn keresztül játszottunk itt is együtt, majd ebből kiszállva, vagy kicsit oldalra lépve hoztuk létre a Nagykállói Kosárlabdázók Egyesületét. A Nagykállói Kosárlabda folyamatosan sikereket ért el. Te mit gondolsz, hogy miben rejlik ezeknek a sikereknek a titka? Ennek számos összetevője van. Én mindig azt mondom, hogy kell egy-két őrült, aki hajlandó ezt felvállalni, hogy szinte lehetetlen helyzetből ezt megcsinálja. Ehhez ugye rengeteg időt kell rááldozni, meg valahonnan pénzt kell hozzá biztosítani. Ez a pénzbiztosítás időse nagyon volt egyébként, de a pénz volt a legnehezebb oldal ennek a kérdésnek. A város, amiben tudott, segített minket, akkor is, meg gondolom most is segítene, hogyha lennénk még. Egyébként volt egy-két vállalkozó, aki mindig mellénk állt, ők is régi kosarasok, régi nagykállói sportoló emberek voltak, Viszokai Laci, Bölcskei Gyuri, tehát ők anyagilag is segítettek, és belejátszott egyébként az is, hogy én közben a Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke lettem, 7 éven keresztül voltam az, és ugye valahogy az is predesztinálta arra, hogy egy kicsit a vidéki kosárlabda életet fel kéne pesdíteni, és ennek is talán az egyik következménye volt az, hogy Nagykállóban elkezdődött egy komolyabb fejlődés a sportban. Ismerem a pályafutásod végét, és még a 2000-es években is sportoltál. Mi volt az, amitől benned szerelemként alakult ki a kosárlabda? Én annak idején, amikor a kosárlabdára átálltam, akkor asztaliteniszeztem és futballoztam, és a kezembe került az első kosárlabda, és mindkét másik labdát letettem a kezemből, tehát nekem valamiért megfogott, és így maradt. Azóta is, ma is egyébként egyfajta szerelemként működik ez a játék. Először ugye, mint játékos, aztán mint edző, aztán mint sportvezető, aztán mint egyesület elnök, de valahogy mindig benne voltam ebben a körforgásban, mindaddig, amíg el nem kerültem egyébként Nagykállóból. Ha a fiataloknak üzennénk, akkor miben foglalnád össze, hogy miért jó kosártázni, miért kezdjék el ezt a sportot? Ez nosztalgia lenne, de egyébként ez mindig rossz, amikor az ember a saját fiatalkorára emlékszik vissza, hogy mi ilyenek voltunk, a mai fiatalok meg pedig milyenek, de az mégiscsak igaz, hogy akkor nem volt semmi, ami elvonta volna az embernek a figyelmét, vagy hogyha ez megragadta, akkor emellett tudtál maradni. Ma 1000 és 1001 dolog van, az internet, a különböző típusú olyan rendezvények, amelyek jobban vonzák a fiatalokat, mint maga a sport. Nehéz ma megmondani, hogy miért mondjuk azt, hogy kosárlabdázon. Én szerintem kezdjen el minden fiatal sportolni, válassza ki, amikor odaér azt a sportágat, amiben tehetséget érez, és utána tegye le amellett a voksát. De ez ugyanolyan, mint a továbbtanulás. Tehát azt mondani egy 14 éves fiatal embernek, vagy 18-nak, hogy már pedig belőle tanár lesz, vagy mérnök lesz, vagy árki lesz, az nem
nem feltétlenül megmondható ebbe az életkorba, na a sportra is igaz, és a kosárlabdára is. Befejeződött a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság őszi idénye. A szezon első felében összesen 600 mérkőzést játszottak le a salak, illetve a műfűves pályákon. A kispályás foci folytatódik, immár teremben, a szokásoktól eltérően azonban az idei bajnokságot a nyírpazonyi sportcsarnokban tartják majd. Fantasztikus őszt tudunk most már magunk mögött, elég sok problémával is, hiszen azért meg kellett küzdenünk azzal, hogy három pályát elvettek tőlünk, az A, B és a C pálya a stadion beruházása miatt lezárásra került, de fantasztikusan sikerült megoldani, hogy játszottunk a kisműfőves pályán is, első napot töröltük, és így gyakorlatilag a DEF pályán és a kisműfűves pályán játszottuk le a bajnokságot. Sajnos egy hét volt, amikor végigesett az eső, és ez egy kicsit megbonyolította a dolgot, de a csapatok partnerek voltak abban, hogy tudtuk pótolni kisműfűves pályán, akár hétvégén is, szombati napon is játszottuk a mérkőzéseket, és egy szenzációs őszt tudunk magunk mögött. Nagyon sok veretlen csapat van még a bajnokságban, összetömörödött a mezőny, a kiesések sem igazán dőltek még el, úgymond hiszen csak egy fél idényt játszottunk, bár 600 mérkőzésen vagyunk túl a bajnokságban, de én úgy érzem, hogy színvonalas a bajnokság. Én azt is kimerem jelenteni, hogy Magyarországon az egyik legjobb bajnoksága milyen kinyíregyházán. Hogyan teljesítettek az öreg fiúk? Az öreg fiúk azok óriási mérkőzéseket játszottak, nagyon sokan látogattak ki még a rossz idő ellenére is, hiszen az öreg fiúk azok nagyon vagány dolgokat tudnak itt művelni, hiszen ők elég sokat letettek a zöld gyepen már, és nagy varázslók, és én örülök neki, hogy ilyen színvonalas három öreg fiúk csoportunk van, hiszen egyre jobban öregszik a nyíregyházi városi kispályás bajnokság is. Egyre többen jönnek vissza az öregfiúk bajnokságba. Első osztály, másodosztály és harmadosztályban játszanak a csapatok, és az első osztályban viszont óriási küzdelem van. Egy kicsit felborultak a trendek, de én úgy érzem, hogy itt ez a legszínvonalasabb. Az A csoport viszont szintén most egy kicsit megújult, kerültek ki csapatok az A csoportból, az elit csoport, és itt is vannak feltörekvő, akár 4 vagy 5 bajnoki címre esélyes csapatunk is van, de ezt közép mezőnyben is elmondhatjuk, hiszen a DE csoportokban is vannak olyan csapatok, akik feljebb is megállhatnák a helyüket. Hallani olyat a nagypályás futball területéről, hogy azért az edzés lehetőségek egyre inkább beszűkülnek, itt az energiaválság kapcsán lehet mondani, hogy ez egy jó edzés lehetőség is számukra? Igen, egyre több olyan csapat van, aki megyei másosztály, megyei elsőosztályú csapatok, akik bekapcsolódnak a városi kispályás labdarúgó bajnokságba, hiszen ez egy kitűnő edzésnek is megfelel, hiszen itt van tét, van játékvezető, kitűnő pályák vannak, és ezért akár távolabbról is eljönnek hozzánk a csapatok, és itt egy napot le tudnak, vagy hogyha még játszik valamelyik csapat öregfiúkba, és akarják, még kétszer is tudnak játszani. És a kispályás foci folytatódik, már belterületen, hol és milyen lebonyolítási rendszer szerint? Igen, az energiaválság miatt átrajzolódik egy kicsit a bajnokságunk lebonyolítása, hiszen a teremben közel 20 éve gyakorlatilag a Bembe és a Benchbe játszottuk a bajnoki mérkőzéseket. Most ugye gyakorlatilag két csarnok marad nyitva, a Bembe és a Bench, itt viszont az utánpótlás és az élsport kapott lehetőséget. Nekünk meg kellett találni azt a helyszínt, ahol mégiscsak le tudjuk bonyolítani a teremlabdarúgó bajnokságot, hiszen ezért ez billeget, ez a létsz utolsó pillanatig, mert nem voltunk benne biztosak, hogy el tudjuk indítani a bajnokságot, de egy óriási segítő kéz jött felénk Nyírpazonyból, Duhai László polgármester úr, és
Hajdú Barna sportvezető és tanár segítségével Nyírpazonyba fog kerülni a teremlabdarúgó bajnokság, és 33 csapat nevezett a bajnokságra. Ez a bajnokság már szombaton, tehát november 12-én el is indul, és azt követően gyakorlatilag minden szombaton és kedden játszani fogunk, szombatonként reggel 9 órától, egészen este 5 óráig, keddenként pedig egy csoport játszik folyamatosan, az A csoport, ők 18 órától 22 óráig fognak játszani. Azért így is közel 500 embernek fogunk tudni lehetőséget biztosítani a téli mozgásra, és azért az látszik, hogy azok a csapatok, amelyek elindulnak a téli teremlabdarúgó bajnokságba, azok óriási tavaszt tudnak majd produkálni, hiszen 5 hónapon keresztül játszanak, és nekünk pedig ez a feladatunk a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársainak, hogy biztosítsunk minden formában lehetőséget a csapatoknak a mozgásra. Ezúton szeretném megköszönni a város vezetőinek, hogy kiálltak amellett, hogy ennek a bajnokságnak működnie kell. A Nyíregyházi Sportcentrum vezetése is mindent elkövetett annak érdekében, hogy a bajnokságnak el kell indulnia szabadtéren, és most ugye teremben is. És hát köszönöm a NyírVV Nonprofit Kft. Vezetésének is, hogy ebben a nehéz helyzetben, hogy a stadion beruházás zajlott, biztosították a feltételeket ahhoz, hogy ez a bajnokság őszi idénye lemehetett. Kedves nézőink, ennyi fért a mai sportszeletbe, legközelebb új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!